És kit üdvözölhetünk itt? Ez kicsoda? Piuska. Ő az új lakótársad? Uh-huh. Őt választottad, igaz? Ötöm is. Jó. Öntsed. Oké. Okay. Jó. Na, Piroska. Igen. Üdv nálunk. Aztán csendben legyél, Noé, tudjon aludni tőled. Ezt megfogom, és akkor úgy lesz a lakókat. Itt választottál? Húzom hátul. Hát itt a könyvjelző benne minden napon. De cuki! Gyerekek. Ez egyébként ez ilyen logopédus könyv. Honnan húztátok ezt ki? Minden reggel megbocsolom. De hogy? Jövő hétfőn locsoljuk legközelebb. Na, kinyitjuk a könyvjelzőt. Ez volt tegnap. De ez lesz, hogy itt a szönyegelben itt a mese. Mese? Hát ez tanulás. Hogy hátul menjél. Na, gyere, Dudika! Most... Ja, kérdettem, tessék erre. Válasz ki a hozzájuk illő képet. Első kérdést. Mit ad a boci? Keresd meg, mit ad a boci? Nem a hangot, hanem... Nem ilyen hangot, hanem ilyen mit ad? De ne, mit ad a boci? Mit kapunk a tehénkétől? Teje! Ügyes vagy, és hol a tej? Meg. Ügyes vagy. Mit kapunk a szájából, dagya? Na, a következő kérdés Lizának. Mi puha ezek közül, amik itt a képen vannak? Melyik puha? Melyikinek? Nézd végig a képeket, és mondnak, hogy melyik puha. Segítesz, Dika, neki? És ez micsoda? Pálna. Micsoda? Pálna. Pálna? Pálna. Párna. Na. Akkor következő kérdés Dudinak, melyik az, amelyik illatos? Illatos? Uh-huh. Mi az? Ez virág. Virág. Akkor melyik az, amelyik nyávog? Én tudom. Csicsa. Na, a következő az már nehezebb. Mondjad, Rigócska, hol vagy? Pont most nem süt a nap, hogy jövünk ki és elkezdjük elültetni a virágokat. Ide szépen így itt körbe. Vettünk új balkonedeket. Azokat mondjuk ott kitalálom a régieket. Hát nagy részét a Laci kidobta már. Azok, amik nincsenek eltörve, kitalálom, hogy vagy előre ültettünk bele néhány virágot, vagy pedig fel fogom tenni őket ingyen. Hoppá, cica érkezik. Ingyen elvihetőbe. Szóval még meglátom. Úgyhogy ezek a kis gyönyörűségek lesznek ide elültetve, elvileg hármasával vettünk szegfűt, meg ilyeneket. Ennek jó volt a neve ezeknek? Jó kérdés, ugye? Ja, de rajta van. Rajta van. Persze, hogy rajta van. Hol van rajta? Amúgy. Ez az osteospermum, ez. Tehát nem olyan, mint a sírvirág. Krizantém, nem az. Nem krizantém, hanem az az óbetűs. Ezek is gyönyörűek, szép színesek. Aztán van ilyen kis töltsérjelzminunk, ilyen kis nagyon minike. Borzasztó drága egyébként, ebből egy nagyobb változat. Szia, Lili. Hello. Úgyhogy inkább 1000-1100 forintért vettünk egy ilyen 9 centis, ezt úgyis meg fog nőni, ezeket nagyon-nagyon jól érezték tavaly magukat, és még egy pünkösdi rózsa, egy rózsaszín, ami hát ott már nő egy másik, az már több éves, úgyhogy még lesz annak egy társa. Szexi, nekem a kedvencem ez a babarózsaszín szegfű, de gyönyörű szépek. Ugye, Lili, neked is tetszenek? Egyik jobban círmos, sötét, rózsaszínes círmos, a másik kevésbé. És akkor az is fehérek.
Ez a kettő, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, és van még egy napraforgónk is, ezt Noé választotta. Ő volt velünk a Bauhausban. Ez nagyon kis szomjas, mert ezt nagyon hamar el kéne ültetni. Ez lesz abban ott. Jó. Ezt vagyok akkor most elkezdeni. Nekem is a kalapács kell. Nekem a kalapács kell. Nekem azt mondom, az kell. Nézd, oda olyan lesz, mint tudsz! Te nagyon ügyes vagy. De nagy darabot levéstél belőle, és nálad mi újság? Hú, Liza! Ezt a darabot le kell törni. A véssővel csinált. Gyere, tessék. De nem úgy, ahogy a vést odaéleszted, és azt kalapálod, a vésőt. Ahogy, ahogy, azaz. Van benne? Mekkora csiga? Azt a... Szétkolapáltam! Ügyes voltál! Csaba nagyon gyöngy van. Szia, Pilletitit! Hello! Igen! Jukucs! Puty! Hát mit kíváncsiskodtál? És miért rózsaszín a hátad? Azért, mert tiszta rózsaszín. Tudom. Tudom, hogy miért. Csak kérdeztem. Kiengedtem, Ali, nyugi. Nagyon kíváncsi, na gyere! Na? Mik vannak itt? Itt vannak a legóitok. Hú, rengeteg legó. Ez micsoda? Ez a hintájnak a teteje, ezt is ki kell. Csomót kimosunk ilyen mindenféle székpárnákat. Meg kidobunk például ezt. Még ez kutyáknak még jó lehet. Hát nem tudom. Kilukat, igen, láttam. Volt gyerekek itt egy csomó mindent. Emlékszel, Liza? De ez is széttört, nézd meg, ezt is ki kell dobjuk. Medencében, igen. Hát ez is kiskorodban, hát tavaly. És csak kis vödör is, van itt minden, Liza. Abban lehet tenni a aztán lesz egy csomó, ott van fagyika is. Ez mi, Liza? Az egy jégkrém. Ahhoz kell a... Ez egy játék. Értem. De hát ezt akkor átnézzük ezeket itt, mert nem hiszem, hogy ezek itt mind kellenek. Medence játékok, hajó. Na jó van. Csónak az. Csónak, bocsánat. Rejött egy ilyen kinti legó. Mindent bedobáltatok ám ide. Nézd csak, serpenyőd is itt van. Hú, de elbújt a Pille előled. Azt a, hol a cica? Elbújt. Na, ne. Na, mi van itt? Már látszik a kincs? Ah, látom. Ez a kincs.
biztos. Elfogyott. Hát, ha majd lesz újabb a Pepkóba, és akkor veszünk megint, jó? Van újabb. Megint belefeküdtél. Már volt egy olyan videónk, amikor belefekszel ide. Emlékszel? Itt aludtál. Hát ne lesz ez, hogy nyitottad, csuktad, nyitottad, csuktad. Na, hajrá, Liza! Lili! Urraszín lesz. Már nem, már az vagy. Hello, Lili! Nem tudják ilyen, ugye? Nem tudják ilyen. Lassuk a Ja, ez ide, Liza. Egy kristály. Ki tudod szedni? Igen. Nekem nincs ilyen. Most szed nekem is lesz. Egy ilyen. Azt hiszem egyébként kettő van a tiédben, Liza. Kettő kristály van a tiédben. Úgyhogy óvatosan. Jó? Van benne még egy. Még egy? Aha, kettő van benne. Kettő? Adjuk oda Dudinak a másikat? És akkor te elkezded a lilát csinálni? Hm? Igen, megcsinálom. Jó, de szép, Liza, azta! Világos. Dorika, jössz? Folytatod a rózsaszínt? Van kedved? Na gyere, akkor várj, elpakolom, amiket találtál kincseidet. Jó, csücsúj ide. Jaj. Ebbe van? Op. Abba van. Jaj, nézd. Világos. Megnézhetem? Azta. Az igen, Liza. Itt akkor neked lesz benne még egy. Igen, ez lesz a Noé, ami ebben van. Adj ide, Lizácska, a rózsaszínt, a másikat is, de van benne még egy. Azt már én kapom. Adj ide a Noénak a rózsaszínt, te meg csináld a lilát, Liza. Liza, adj ide ezt a Noénak. Jó, ügyes, itt van. Jó, ez a Noé, és akkor neked is lesz kincsed. Jó, Liza, én meg az a lila lesz. Aha, meg az, persze. De óvatosan szét ne vágd, te. Te még azt csak nyitod, nyissa. De nekem is nyissa. Ilyen, Liza. Mondja, nagyon. Ez, ja. Kipattant a kincs, ott van. A kincsem! Az enyém. Az a barátja, az a anyukája. Anyukája a kincs. Á, de szokos. Abban már nincs. Ez ennyi volt. Kettő volt benne. Ügyes vagy, csak kiszedted, látod? Meg lett a kitartásod eredménye. Ügyes voltál. Kadi! Már is hazam. Te is kérsz? Ilyen kézzel? Jó, akkor gyertek kezet mosni, és utána akkor fagyizunk, jó?
Na hát, így állunk egyelőre doboztakarítással. Fagyi szünet van. Fincsi? Ez videó lett, de így is jó. De ez nagyon menő. Nyelvfestő. Alis? Nem mutat anyának. Joki? Joki? Sikerül valam? Tipo, meg itt a papírja. Jó, azt kidobjuk. Az idem a mennyi. Te megfölteszünk. Add ide azt a papírt. Itt van. Ez nem kell, ez a papír kell. Gyere, Dudika. Vizet fogjál. Gyere. Gyere, te is. Menjél, te is fog meg. Fogjátok, hogy ügyesek. Ide föltesszük az asztalra. Így. De apa felé tesszük, jó? Jó. Úgy, mi? Tessék. Papa meggyújtja. És gyere még vissza. És énekeltek? Hey. Megfordítsuk, 34 legyen. Hát itt a közönség. Addig gondolkodj, hogy mit kívánsz. A báj föl! Mondod Köszönöm szépen! Nagyon nagy! Köszönöm, Liza! Megköszönöm neked is, jó? Ha nem érted el, akkor tudod apának. Jó, hát azt te ad neki. Ilyen botaba. Hopárnál negyek. Na, gyertek, akkor eszünk tortát, jó? Köszönöm szépen. Isten érted. Boldog születésnapot kívánunk a zenét. Sok ilyen szép napot, boldog születésnapot, kívánunk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Igen. Na, most elfújja. Igen. Hát a só. So your tea has been running like a waterfall. Thought the stars would never let you down. And you keep on thinking you could save yourself. But that's love, that's just love. You should know some things will hurt. Get enough of love.
broken heart. You have to move on, deal with your broken heart. No matter what you think, you'll never ever get enough of love. Ügyesek voltatok, nagyon. Az ennek a kalapja az már van. Nálad, lerakjuk oda. Nagyon ügyesek voltatok. Udika? A másik csapatnak jobb volt. Nagyon ügyes voltam. Nagyon, életem. De ne essél itt a korlátról, jó? Na oda állsz mellé, állj oda mellé, Liza. Lefotózlak itt titeket, jó? Ez egy ilyen repülő drón. Igen, drón. Csinálsz videókat onnan. Na kukucs? Jó. Na és hoztunk egy kis szendvicskét. Rántott húsos zsemléket kaptak a gyerekek. Ne. És van egy kis uborkánk is a békában. Kis picike csemege uborkák is, persze. Ezzel segítek neked is, hogy így belesmajul. Jaj, nem tudok így picike ezzel a békát. Itt fogja lenni. Igen, te is kaptál egyet. Uborkák. Ezt választottad? Na gyere, Ali. Én meg egy magos zsemlét kaptam. Így jó. Alika ezt tudja enni szerinted? Biztos, hogy nem. De ők már esznek, a kis táncosok már esznek. Mele is jöttél, de ügyes voltál! Na gyere, gyere, mert jönnek a többiek, gyere! Alexnek is adjunk, jó? Most kapja a pipi, óha! A pólót! De adunk! Na, megyünk sétálni, csak előtte tartunk egy kis növény határozós posztot. Minden évben megmutatjuk, csak hogy tudjátok, hogy itt van ugye a kapunk előtt egy gyönyörű szép fa. És Liza, mi ennek a fának a neve? Aranyeső. Aranyeső. Szóval ez az aranyeső, ami úgy néz ki, mint egy lilaakác. Hát azunk is van ott a másik oldalon, csak az, hogy itt, hát ott van. Tehát olyan a virága, mint a lilaakácnak. Itt vannak a nyílt füvek egyébként, hogy elviszik. Júj, csak itt egy csomó ilyen. Csomó méhecske van, igen. Szóval ez az aranyeső. És az aranyvesző az, amit a népnyelv aranyesőnek hív, az az aranyvesző. De nyugodtan nézzetek utána az interneten, vagy bármilyen növény. Aha, ott mondjuk úgy, hogy növényhatározóban. Szóval ez a csüngővirágú. Ez az aranyeső. Ami most virágzik itt nálunk. Tuti! Egyébként 100%. Ez bizony. Egyezzétek meg, hogy azt rossz tudom, hogy ez az aranyvesző, ami rengeteg sok kis apró sárga virágú kis pokor. Ez az aranyeső, ez egy gyönyörűség.